Tisztelettel köszöntöm kedves minnyájukat. Engedjék meg, hogy bevezetőként mondjak három mondatot. A Magyar Szocialista Párt szolidáris azokkal az indoklás nélkül elbocsájtott újságírókkal és médiamunkásokkal, akik már nem kérdezhetnek minket a közszolgálati médiumokban a Fidesz politikai tisztogatása miatt. Ezzel egyértelművé vált, hogy a Fidesznek mikrofonálványokra van szüksége, és nem a munkájukat, szakmájukat értő, magas szinten művelő emberekre, akik mernek visszakérdezni. A Magyar Szocialista Párt elítéli a közszolgálat pártszolgálattá alakítását. És akkor a témára térve, lehet, hogy úgy érzik, hogy lerágott csont, de azért tegnap egy nagyon izgalmas intermezzó történt, ami megmutatja, hogy az az út, ahova a közszolgáltatás kialakított rendszerével a Fidesz-KDNP kormány lépett, hova vezet és mik lesznek a következő lépések. Azért egy pár szót a történet lényegéről, ahogy mi ezt az egészet most már a végszavazás után megítéljük. Tulajdonképpen ez az egész közfoglalkoztatási törvény és az azt körülölelő fideszes kommunikáció egy kísérlet arra, hogy erkölcsileg is legitimálja azt, amit a kormány a közfoglalkoztatás címén csinálni akar. Ebben az egyik nagyon fontos momentum a segélyezés ügye. Az az álságos, hazug, sunyi dolog, hogy a szociális konzultációban föltettek egy kérdést, hogy az emberek mit szeretnének az államtól, hogy akinek nincs jövedelme és munkaképes, annak segélyt adjanak, vagy munkát. Ki lehetett számítani a végeredményt, nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy 2009. január 1-e óta Magyarországon ez a rend. Ez a rend. Semmi újdonság nincs, a Fidesz semmit nem tud hozzátenni, ezt az elvet, hogy segélyt csak az kaphat, aki munkaképtelen, vagy mások miatt mondjuk, hogy gyereke van, és nem tudja hova elhelyezni, nem foglalkoztatható, segélyt Magyarországon csak az kaphat. Mindenki másnak munkára kell készen állnia, és valahova delegálva van az a felelősség, hogy számára munkát keressen, ajánljon, az ő felelőssége meg az, hogy ezt elfogadja, elvállalja, különben az ellátásból kiesik. Tehát három éve működő rendszer esetén megkérdezni, hogy a segélyezés, ugye semmi más nem jelent, mint a Fidesz úgy akarja az egész ügyet előadni, mintha ő lenne az első, aki leszámol a segélyezés korábbi a társadalom előtt megbukott gyakorlatával. A másik eleme ennek a kommunikációs kísérletnek a helyi önkormányzatoknál végzett munkának a lebecsülése, folyamatos becsmérlése, ez vízgerebézés, ez semmi, ez értéktelen, ez hanyag. Na most hát ehhez képest az új törvényben a magánerdő gazdálkodónál végzett munka a kommunális hulladék összegyűjtése, utak kijelölése, karbantartása, hadd ne folytassam. Tehát ami az önkormányzatnál egy értéktelen semmi, az a magántulajdonos erdejében értékteremtővé nem esül. Nyilvánvaló, hogy kellett valami, amivel meg kell alapozni, hogy na most jön valaki, aki tudja, hogy kell közfoglalkoztatást csinálni, és csinálja is. De valójában miről is szól ez a történet? A közfoglalkoztatás nagyon komoly anyagi támogatás annak a társadalmi arrendszernek, ahol a közfoglalkoztatás tömegesen történik. 2009-ben áprilistól decemberig 55 milliárd forint, 2010-ben 86 milliárd forint, 2011-ben 64 milliárd forint, 2012-ben pedig különböző sajtóhírek és nyilatkozatok alapján 120 milliárd forint az, amit közfoglalkoztatásra kívánnak fordítani. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy ezt a pénzt milyen szolgáltatások, milyen közösségi feladatok és célok támogatására használja föl a kormány. Amikor mi ezt a rendszert kialakítottuk, akkor úgy gondoltuk, hogy a foglalkoztatás célszerűsége és logikája nyomán is a bázisa a foglalkoztatásnak a helyi társadalom világa legyen. A helyi önkormányzatok, a kistérségi társulások, az állami infrastruktúra kezelőknek azon a vidéken működő részlegei,
a helyi vállalkozások. És természetesen ebbe a piramisba belefér a mobilitást igénylő központi program is, de a bázis az mégiscsak a 3200 önkormányzat által képviselt helyi társadalom világa. Ez így is lett kialakítva a rendszer, és ennek a rendszernek a keretében azzal, amit egyébként folyamatosan felrónak, mert gyakorlatilag az útamunkás programmal kapcsolatban egyetlen komoly érvük van, hogy drága, egy felülről nyitott kassa finanszírozta azt a nagyon világos társadalompolitikai célt, ami az útamunkához programban kikristályosodott, hogy mindig, minden családban kell, hogy legyen legalább egy 8 órás kereső. Ennek a magyar társadalomnak az egészségésé válásához ez nélkülözhetetlen. Enélkül nem fog menni ezeknek a társadalmi anomáliáknak a felszámolás, amivel nap mint nap találkozunk. Ez nagyon fontos azért is, mert ezen keresztül, a foglalkoztatáson keresztül a helyi társadalom világa olcsóbb munkaerőt kapott, másik oldalról pedig plusz jövedelem jelent meg. Kereslet jelent meg. Többletpénz jelent meg, ami a helyi gazdaságban biztos, hogy jól érzékelhető volt. Számtalan példát lehet erre mondani. Na most ehhez a rendszerhez, ehhez a vízióhoz képest, mi a Fidesz változtatása? Mi a lényeg ennek? Ugye két irányú. Egyrészt, hogy a foglalkoztatás bázisa az a központi program legyen. Tehát a pénzfelhasználás ne a helyi társadalmat segítse, hanem a kormánynak a szándékait támogassa, a nagy propaganda beruházásokat, vagy akár szükséges beruházásokat is. Ezt tükrözi a törvényben megfogalmazott irányítási szervezet, tehát a BM, a BM-ben létrehozott államtitkárság, az, hogy a kormányhivatalokban a közfoglalkoztatás szervezésével foglalkozó munkaügyesek munkajogilag a BM alá rendelődtek, és szakmai irányítás szempontjából is, és az egyéb jogi környezet, hiszen ebben a törvényben hirtelen megjelent három dolog, az épített környezet védelméről szóló törvénymódosítás, a termőföld védelméről szóló törvénymódosítás és a kisajátítás, ahol az indoklásban is világos volt, hogy azért, mert közfoglalkoztatással érintett nagy programok elindításához erre szükség van. A másik nagy változás, és ez drámai, durva és elfogadhatatlan, hogy miután a foglalkoztatásnak ez a módja, ez azért jóval drágább, mint a helyi foglalkoztatás, és a hatékonyságáról még nem beszéltünk, de biztos, hogy drágább, ennek a többletköltségeit az érintettekkel fizettetik meg. Míg az előző rendszerben tisztességes, normális bért, minimálbért legalább fizetni kellett, most drámaian lecsökkentik a lehetséges 8 órás keresetet. A képzettek számára ugye a minimálbér 60%-ára, tehát 46.800 forintra, a képzetlenek számára, akik a többséget adják, ott pedig a 40%-ára vélhetően, ezzel kapcsolatban adatközés nem volt, de az álláskeresési segélynek ez volt a szintje, hát valószínűleg ennek a mintájára fogják megfogalmazni, szóval 31.200 forint 8 órára. De a cél a 4 órás foglalkoztatás, hát tessenek elképzelni, amikor valakit kiemelnek otthonról, elvisznek az ország másik részére, és 10 vagy max. 15 ezer forintért foglalkoztatják egy hónapon keresztül. A változtatásokkal kapcsolatos véleményünk továbbra is az, amit a vitában is kifejtettünk. Nekünk az a fontos, és az lenne fontos, hogy ez a 100 milliárd forint az emberek mindennapjait támogassa. Hogy legyen belőle gondozó az idős otthonban, pedagógiai asszisztens az iskolában, dadus az óvodában, karbantartó az önkormányzat intézményeinél, kulturális, művelődés szervező, sportigazgató, ezer és egy feladatot felmutattak az önkormányzatok, a civilek, az egyházak, ahol ott helyben lehetett foglalkoztatni. 100 milliárdoknak oda kell menni az emberek mindennapjaihoz, és nem a kormány hagymázas beruházásainak a támogatására. A másik dolog pedig, hogy a foglalkoztatás ellentételezése elfogadhatatlan, bérhelyett ébér az, amit fizetni kívánnak. És itt jött az az új elem, ami tegnap meglepett engem, mert kivételesen ezen a vitán miniszterelnök úr is ott volt. És én kifejtettem azt is, amit már egy azonnali kérdésben föltettem, hogy ebben a közfoglalkoztatási törvényben van egy furcsa szabályozás, amely meghatározza a család segélyezés maximumát, és ha összehasonlítjuk a bért és
az úgynevezett foglalkoztatást helyettesítő támogatást, ugye, amit akkor kap az érintett, amikor nincs számára munka felajánlva, és nem tud dolgozni, akkor hát drámaian kiderül, hogy ez messze nem az, hogy legyen munkára ösztönzés, hogy legyen érdemes dolgozni, mert abból meg lehet élni, hiszen ha kiszámoljuk ennek a 46.800-nak, vagy a 30.200-nak a nettóját, akkor ez az érettségizettek és felsőfokú végzettségűek esetében a jelenlegi bérpótló juttatás vagy foglalkoztatás helyettesítő támogatás 28.500 forintjához képest 1.125 forinttal több, tehát aki pedig képzetlen, annál pedig lényegesen kevesebb. Tehát nem, hogy abban érdekelt az érintett, hogy dolgozzon, hanem abban érintett, hogy nehogy már felajánljanak neki munkát, mert hogy jobban jár, ha otthon van a 28.500 forintért, mint ha elviszik. Mondom, 8 órára kapna 19.400 forintot, de 4 órára akkor fog kapni 10.000-et. Tehát visszaállítja azt az állapotot, ahonnan 2009-ben nagy nehézségek árán elmentünk volna. És akkor ugye, amikor én ezt megérveltem és kifejtettem, akkor mondtam, ha csak a kormány úgy nem gondolkodik, hogy a 28.500 forintot is csökkenti, mondjuk megfelezi. És ekkor miniszterelnök úr helyeslően bólintott. Na most kérem, ez a dolog lényege, hogy ez csak a kezdet. Mert hogy az öregségi nyugdíjminimum a pénzbeli szociális ellátások bázis száma. A szociális ellátásoknak vagy az összege, vagy a jogosultsági határa ettől függ. Én a tegnapi egyetértő bólintásról azt gondolom, hogy a kormány arra készül, hogy jövőre megfelezze, de legalább lényegesen csökkentse a nyugdíjminimumot. Ezáltal a foglalkoztatás időszakában, nem foglalkoztatott időszakban megkapott összeget, de ezzel befolyásolja olyan ellátásoknak az összegét és hozzáférését is, mint a rendszeres szociális segély, ahol ugye a ma társadalmilag vállalt minimum az, hogy a nyugdíjminimum 90%-ára egészítse ki ez a pénzbeli támogatás a család egyfőre jutó jövedelmét, ami 26.500 forint, vagy 25.600, most ugye ez már zsidó szám a fejemben. Az időskorúak járadéka, ahol az összeget ehhez határozzák, a lakásfenntartási támogatás, ahol a jogosultsági határ ettől függ, a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása, ahol szintén a jogosultság ettől függ, az anyasági támogatás, ami szüléskor kap a nő, a gyes, a gyet összege, ami ezzel egyezik, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, ami ugye jövedelemhatárhoz kötött, és ennek alapján határozzák meg, és a gyermektartásdíj megelőlegezését. Tehát én azt gondolom, hogy egy lényeges beavatkozás készül a szociális ellátórendszerben, újabb kemény megszorítás azok esetében, akik szociális transzferekből kénytelenek élni. Tekintettel, hogy a KSH most hozta nyilvánosságra a létminimum számításait is. Az ugye egy főre esetében 78.000 forint, de mondjuk én néztem a két keresős, négy gyerekes család esetében 46.000 forint. Hát azt gondolom, hogy ezek az összegek, még a 28.500 forint is messze van ettől, de ha ezt még csökkentik, akkor szociális katasztrófa fogja fenyegetni ezt az országot. Amit nem fog elfedni, az, ha a debreceni stadion vagy a Puskás stadion építésén ezrek fognak talicskázni napi 4 órában. Továbbra is az a véleményünk, hogy sem a társadalmi stabilitás, sem pedig a társadalmi béke nem, hogy erősödni nem fog, hanem romlani fog, és nagyon komoly társadalmi feszültségekkel kell számolni, amikor ez a közfoglalkoztatás elindul. Egyébként a dolognak a bája, megjelent egy kormányhatározat, amely az első nagy közmunkaprogramot, vagy kísérleti programot a helyi önkormányzatokra telepítve kívánja megcsinálni, éppen Gyöngyöspata törzségében, a gyöngyösi kistérségben 5 település kértek föl, hogy támogassák azt, hogy ott a szociális földprogramból valamit csináljanak, ami foglalkoztatásbővítést jelent.
Mert ugye azt gondolom, hogy működés közben ki fog az derülni, hogy mi az, ami ebből észszerű, mert még egyszer mondom, én nem gondolom azt, hogy nem gondoljuk azt, hogy nincs létjogosultsága nagy, akár gazdasági beruházás, vagy állami beruházás támogatásában közfoglalkoztatásra, de a bázisát nem ennek kell csinálni. Úgyhogy a közfoglalkoztatás előrevetíti azt, hogy a legnehezebb helyzetben élőkkel föl van mondva a társadalmi szolidaritásról szóló szerződés, és jaj annak, aki eddig nem érte el azt, hogy maga is meg tudjon élni, másra már ebben az országban nem nagyon számíthat. Köszönöm szépen.